Sziasztok! 2024. február 3-a van, szombat, délután 3:41, és csodaszép tavaszi idő van. Innen üdvözlök mindenkit Harkálynak a déli végéből. Az útirányunk most Drávaszabolcs lesz, lenézünk kicsit a Dráva folyóhoz, aztán onnan elmegyünk Kémes irányába, az Ősdráva látogatóközpont felé. Hát ha van kedvetek, akkor gyertek velem! Nem indulok el, egy pár hasznos tanácsot így mondanék. Harkány déli végénél van ez a csatorna. Ez itt a kerékpárútnak a kezdete, ez itt valami vízműtelep, és aki esetleg szeretne erre jönni biciklizni, és autóval hozna a kerékpárt, azt nyugodtan itt leparkolhat, nem fog szólni senki érte, innen lehet kezdeni a túrát. Illetve van még egy jó hely Drávaszabolcson, azt majd mutatni fogom. Szóval akkor nullázzuk a kilométerórát, és akkor túra indul. Egészen lájtos kis túra lesz így, egy ilyen 32 km, 34-re satszolom így oda-vissza, úgyhogy még gyerekkel is nyugodtan meg lehet csinálni egy családi programként. Nem egy hosszú táv, végig sík lesz az út, nem lesznek szintek. Mondjuk a szél egy kicsit fúj, de a lényeg az, hogy zömében kerékpárúton fogunk menni, illetve Dráva töltésen. A bátrabbak akár itt is leparkolhatnak. Az időjárásról annyit, hogy ilyen plusz 12 fok van, és van egy kis hátszelünk. Mellettem szántóterület végig, itt az erdő pocsolyákben. Jó, hát színeket most még ne várjunk, egy február elején. De itt már mintha kicsit jobban zöldülne a fű. És ide is értünk a Harkány végén lévő elkerülő út körforgalmához. Haladunk párhuzamosan az autóúttal. Az erdő végénél vigyázni kell, gyökérfelnyomódásos. Körülbelül egy 100 méteren keresztül ilyen repedezett. Az a szerencse, hogy megépítették ezt a kerékpárutat, és nem kell kint a kocsik között menni. És itt van előttünk már Drávaszabolcs első házai. A kerékpárút mellett természetesen itt vannak a táblák, Eurovelo 13-as. Ah, és vannak pihenők, padok, szemetes, infótábla, nagyszerű. Másik oldalon szántó, az az irány Gordis, ha jól emlékszem. Milyen melegen süt a nap. És csendélet. És megérkeztünk Drávaszabolcsra. Mi ez a sok kocsi? Mi van itt? Falunap? Játszótér, szökőkút. Rögtön itt a következő kerékpáros pihenőhely. És itt vannak a villanybringa dokkok is. Ezeket még nem hozták ki. Van valami kis csatorna is. És ez az, kijönnek az emberek, sétálnak, és Nordic Walking. Csukolom! Közeledünk a kereszteződéshez, rengeteg tábla. Mi Drávaszabolcs szaporcát válasszuk jobbra. És itt a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság épülete telephelye mellett nem messze. Ott is van egy parkolóhely. Ide is szoktak állni az út szélére.
illetve az út túloldalán, ahol az a Volkswagen áll, ott is szoktak parkolni túrások. Ez itt Drávaszabolcs, ez itt a horvát határ, és ez a parkolóhely. Méghozzá 7 kilométert jöttünk Harkányból, erre megyünk tovább majd mi is. Csak előbb lenézünk a Drávához. Egy csatorna. Na, hogy tudom, ez a fekete víz. Ez itt előttem a Drávaszabolcsi határátkelő hely. Most már Schengen nem lesz ellenőrzés. Fölmegyek a hídra. Megint egy autó. Fölmegyek a hídra, és akarok a hídról is egy szép felvételt készíteni a Dráváról. Milyen széles. Átjöttem a másik oldalra, mutatom ezt a részt is. Tényleg gyönyörű idő van. Sok kidőlt fa a parton. Mennyi kis madárnak, állatnak adhat otthont. Visszaértem Magyarországra. A visszapillantóból nem jön semmi, és lekeveredünk itt a partra. Onnan jön egy autó, ki a szélére. Na, eddig 9 kilométer. Az előbb ott voltunk fönt a hídon, most pedig lejöttünk a partra. Nem is megyek tovább. Vannak a motorosok, sziasztok! Hajóra lépni tilos. Szép motorok. Túragépek. Honda, Suzuki. Jól néznek ki. Na és erre is lehet menni. Itt egy ilyen földutas rész. Végig a folyó mellett. Szintén kerékpáros pihenőhelyjel, tűzrakóhely, esőbe álló infótábla, padok. Jó, mert most nincs sár. Egy kicsit olyan kavicsos, földes. Azért a hídról jobban nézett ki a folyó. Na és akkor itt fordulok is. Itt már kicsit ilyen löszösebb homok, ez a folyami homok. Visszapattanunk az útra. Jön is egy autó. Kanyarodik. Hova? Ide le? Jó. Nem lehet tudni, mert egy szélső sáv is volt. Hogy esetleg lejön. Jobb megállni, az a biztos. Na és ezután a kis kitérő után megérkeztünk a túra főirányához. Ugye innen jöttünk. Jobbról. Harkány felől. Most lemegyünk szépen balra. Ide is lehet letenni az autót, ahogy mondtam. És a kilométer óra most 10,1-et mutat, hát durván 10-et. És folytatjuk az utunkat az Eurovelo 13-on, rajta a Dráva töltésen. Kicsit lihegek, mert volt egy kis emelkedő itt föl a partról az útra. Milyen szépen kipucolták a csatornának ezt a részét. Így már mindjárt jobb a sávszélesség. Tehát akkor 10 kilométertől indulunk, és meglátjuk, hogy mennyi lesz az Ősdráva látogatóközpont. És innen most kilométereken keresztül ez az egyenes, majdnem hogy egyhangú út fog következni. Több-kevesebb látványossággal, és valami zsilip.
Negyed három múlt nem sokkal, és megérkeztem a Szaporcai kereszteződéshez. Ugye jobbra van itt bent Szaporca, egyenesen Kémes, és itt lebalra az Ősdráva látogató központ. Táblák itt mutatják is. Szaporca 1 km, Dráva sztára, Majlát puszta. Na mindegy, nem részletezem, és rákanyarodok a hídra. Kilométer óra az most 19,1-et mutat, tehát pontosan 9 km volt a Dráva-Szabolcsi kereszteződéstől, parkolótól idáig. Így már mindjárt nem fúj úgy a szél. Az a helyzet, ha jól tudom, akkor 4-ig van nyitva a látogatóközpont, és még ott is szeretnék egy-két felvételt készíteni. És ugye a nap is hamarabb megy le, ugye 5 órakor már sötétedik. El is indulok tovább. Ez egy jó kis betonút, csak egyenesen kell haladnunk. Érdekességképpen megemlíteném, hogy itt jobbra van egy kis tavacska esőbeállóval. Ez a Hétöles tó. Majd hazafele megnézzük, de először a látogatóközpontot fogjuk csekkolni. Megérkeztem az Ősdráva látogatóközpont bejáratához. Ez itt a főépület, lejjebb a gondnoksági épületet látjuk, azt a kisebbet, és így ha parkolón keresztül befele megyünk, hátul van a major. Én leginkább a majort szeretném megnézni, de még valamit szeretnék nektek mutatni. Sajnos pont szembefényes. Ha haladunk egyenesen tovább, itt véget ér a betonút, az aszfaltút és földútba megyünk át. Van itt egy vendégház is, ez nem rég épült, ez nekem is új. Ez a Kolokán szállás vendégház, turistaház vagy mi. Na, egy nagyobb társaság jön, simán meg tudsz szállni. És akkor ez itt szemben az Ősdráva látogatóközpont területe. Nem lesz ingyenes a buli, kell belépőt fizetni. Felnőttnek 1800, diák, tanár, nyugdíjasnak 1500. Ez ugye a látogatóközpontnak a területe. A major viszont 1500 felnőtt. Gyerek, nyugdíjas, pedagógus, annak csak 1000. Itt valahol be kell mennünk jegyet váltani. 20,5 km van a mérőn, tehát azt jelenti, hogy pont 10 km, így nagyjából 10,4 volt ide a Dráva-Szabolcsi kereszteződéstől, a parkolótól. Harkánytól meg egy olyan 16-ra satszolom, 17-re, hogyha nem megyünk le a Dráva-patakhoz. Na és mindegy, itt a bejárat, és mutatom is. Lepazar. Felértünk a kilátóra, kedves volt a hölgy, megengedte, hogy följöjjünk. Tehát onnan érkeztem, arról a kerékpárútról, majd kanyarodtam be erre, a parkoló, látogatóépület, itt vannak a tetőablakok, és ez pedig a főépülethez tartozó udvar, játszótérrel, ott van egy kis kertrész, fűszernövényekkel, gyógynövényekkel, méhkaptárak, kis kemence. Ugye hát itt mutatják be a területnek a mezőgazdaságát, az életét. És ami a fontos, azon az úton, a parkoló mellett végig elmegyünk hátra a majorhoz, ami elvileg 4-ig van nyitva. És megvolt a kilátózás, és a majoros belépőjegy.
feljogosít minket arra, hogy kimenjünk ide az udvarba is. Kerékpárt itt behagytam, megkértem a hölgyet, addig vigyázz rá. Csodaszép időnk van. És kemence. Közben hátrálok, lábbal zoomolok, illetve távolítok, és ott voltunk fönt a kilátóban az imént. Hát ennek a gyerekek örülnek, hatalmas játszótér, tűzrakóhely is van. Szuper, mászóka. Hát itt vannak a különböző gyógynövények, fűszernövények, van itt mindenféle borsikafű, szurokfű, kerti majorána, stb. 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 Így erre végig. Ez inkább nyáron lehet érdekes, amikor már hajtanak ezek a növények. És innen akár gyalog is át lehet menni a majorhoz, ami egy ilyen 400-500 méterre van innen. Ez az udvar vége. Ez a terület épp a méhészkedést mutatja be. És akkor most elindulunk a major felé. Sorompós terület, de mivel ugye nekem megvan a karszalagom, megváltottam a jegyet, ezért nyugodtan kikerülhetem, mondta a hölgy. Jó. Néztem az órát, 3:43. Úgyhogy sietni kell, mert 4-kor bezár minden. Na és itt vagyunk, mindjárt megnézzük az állatokat is. Pihenőhöz letámasztom a bringát mindjárt. Nem is ide. Ide a juhokhoz. Elvileg itt látható a rackajú és a ciktajú. Persze mindben hesszel az olba ilyenkor. Betyárját. Nem azért fizettem a belépőt, fiúk, lányok, hogy bennüljetek. Na hát, sziasztok, megvagytok. Ha nem méltóztattatok kijönni, akkor én jövök be hozzátok. Ezek a rackák, ezek a hegyes csavart szarvúak. Elég félénkeknek tűnnek, úgyhogy csak lassan megyek. Ciktajuhok, ők érdeklődnek. Na, te modelltáltál akkor nekem. Kihajtom őket, ez az, menjetek ki szépen. És ugye ezen a járdán lehet ide érkezni. Onnan végig ezt mutattam, amikor a méhkaptáraknál voltunk. Na, itt vannak a magyar szürkék. Hármi nem az ufók, hanem a... Jó, mekkora ez a bika, milyen szárnyfesztávolsága van, mi? A szarva körülbelül 1 méter, simán van 1 méter 10, 1 méter 20 a fesztávja. Itt vannak a tehenek is. Becsárját, mit tartanak itt? Velociraptort, mint a Jurassic Parkban. Gondolom, amikor valamit kell csinálni a marhákkal, ide bezárják őket, itt befogják a fejüket, hogy ne tudjanak rugdalózni. És akkor ide vannak beállítva ezekbe a szűk zsilipekbe. Nem is macska, ez már hiúz. Hiúz. Hiúz cica. Közben nem túl bölcsen itt felejtettem a bringát. Akár ki is jöhetett volna egy birka, azt megrágja a kormányomat, de hát nem kell nekik.
tapirgálna. Ide szép az a kendermagos kakas. Ki jön ide lenni? Kopasz nyakú kakas úr. De szép kakas. Na, bátrak élesz a szerencse. Itt hagyom. Itt hagyom nektek. Egészségedre. Lassan 3:30 van. Én is útra kelek. Itt is legelők jobbra-balra, villanypásztorok. És vissza is értem a látogatóközpont területéhez. Balról jövök, csokolom. Köszönöm, csokolom, viszlát. Valahol majd kimegyünk. Szóval nem tudom pontosan, hogy hol. Szerintem ott van egy kapu, ki tudok menni. Mindjárt megkérdezem a gondnok hölgyet. Portás, hogy megengedte, hogy áttoljam az épületen a bringát, és megyünk tovább. De még nem megyek vissza Harkányba, hanem először lemegyünk a Hétöles tóhoz. Megnézzük azt is. Előttem a töltés, de még egyenlőre nem megyek fel rá, hanem itt lekanyarodok a kis tóhoz. Na, milyen út van itt? Régen kavicsos volt, de most is az. De nem még kavics, szerencsére nem süpped benne a kerék. Pár éve jártam itt, akkor tolnom kellett a vége fele ezen az úton, mert egyszerűen nagyon süppedős volt. Nem tudom, mennyi víz lehet a tóban, majd mindjárt megnézzük. És íme a Hétöles tó. Ó-ó! Hát jó magas a vízszint. Itt szépen be tudtam menni a pallón, egész ki a stégig. Most az egész víz alatt van. Ennek a fának milyen törzse van. Szerintem egy olyan 3-4 ember érné körül. Itt is van tűzrakóhely, amit látom. Hamus is használták, padok, asztalok. Ringát áttoltam ide. Hinta és libikóka is van. Meg is állok. Jó ez a csend, szinte nyomja az ember fülét. Hát jó volt egyet tekerni. 3:45. Elindulok lassan visszafelé. De mielőtt még visszaindulok, leülök, aztán eszek. Ez lesz a repertoár. Kis szendvics, két kalács, nápolyi szelet, vagy jó étvágyat. Meg volt a kajcsi, indulok is. És hogy nézem, itt még telefonos töltőhely is van. Ez más kérdés, hogy van-e benne áram. Itt lehet telefont, aksit tölteni. Nem tudom kipróbálni, nincs nálam villásdugó. Telefontöltő. Elindulok vissza. Most van 4:05. Lassan kezd lemenni a nap, ez már érződik a hőmérsékleten is. Ez a kis pavilon nem utolsó sorban, de jó kis vadkempingezőhely is lenne. Annak se rossz. Át a fekete víz felett. Ez az irány is milyen szép. És akkor Harkány fele, Harkány Drávaszabolcs, Harkány 16, Drávaszabolcs elvileg 9 km innen. Visszaút az most is ugyanaz lesz, már elállt a szél, de sokkal könnyebb most a visszajutás.
idefele azért megnehezítette a dolgomat. És megint milyen csendes minden. Ez a legjobb. Nincs autóforgalom. Egy-két gyalogos kerékpáros volt, velük találkoztam. És nagyjából ennyi. Visszaértünk a Dráva-Szabolcsi 4-es kereszteződéshez. Ugye balra van Dráva-Szabolcs, jobbra a horvát határ. Innen még pár kilométer és visszaérünk a Harkányi kerékpárút végéhez. És ebben a pillanatban, 17:30-kor megérkeztem Harkányba. Innen indítottam a túrát, látjátok, oda lehet parkolni, akár ott is megállhattok. És mindjárt mondok egy kilométert is, amint leszálltam. Nekem ez így, tokkal vonóval 38,8, hát jó 39 kilométer volt összesen. Úgyhogy lementünk ugye a Dráva híthoz, le a Dráva partra. Onnan elmentünk a látogatóközponthoz és vissza. Megvártam, még elmegy az autó, mert nem bírom túl kiabálni. Szóval épp, hogy maradt egy kis fényem, tudok filmezni. Na, jönnek megint a kocsik, mindegy. Köszi, aki velem tartott, itt most búcsúzok. Találkozunk majd legközelebb is. Ciao mindenkinek, sziasztok!